2015. január 1-től a kormány termékdíjkötelessé tette a napelemeket, azaz minden napelem után 114 forint per kilogramm környezetvédelmi termékdíjat kell fizetni. Köszöntöm Önöket, a Zöldövezetet látják. Mai műsorunkban megpróbálunk közelebb jutni az okokhoz. Itt van velem a stúdióban a környezetügyért felelős államtitkár, illetve a Napelem Szövetség vezetője is. Kezdünk! Köszöntöm tehát V. Németh Zsolt államtitkár urat és Kis Ernőt, a Napelem Szövetség elnökét. Jó napot kívánok, uraim! Jó napot kívánok! Nos, mikor ültek utoljára egy asztalnál? Azt hiszem, még most ülünk először egy asztalnál. Tehát a Magyar Napelem Akkordtér Szövetségnek még nem volt lehetőség az államtitkár úrral kapcsolatot felvenni, de bízom benne, hogy esetleg a későbbekben ez de hát nem is kérték, sikerül. És ha kérik, akkor már ez megtörtént volna. De miért nem volna. Kérték? Csodálkozva hallom. Számos szakmai szövetséggel folytattunk konzultációt az elmúlt hónapokban. Kikkel? Hát mindenek előtt az Országos Hulladékgazdálkodási Tanáccsal, ahol a tudományos szféra, a civilek mellett ott van a környezet, ügyi, ipar képviselőinek széles rétege is, akik minden jogszabályt egyébként megkapnak, és hát azért most is eltelt ennél a jogszabálynál is a beterjesztéstől az elfogadásig egy hónap, ahol számos felvetés volt közben a szappantól a bojlerig. Világos, de előtte is tárgyaltak velük? Tehát ez egy folyamatos tárgyalás? Folyamatos természetesen. Jogszabályban rögzített módon. Ugye az adótörvényeket megalapozó salátatörvény részeként fogadták el a napelemek termékdíj kötelesítételét. Hát nem is nagyon tűnt feles senkinek, csak miután már megszavazták. Azóta felemelte a szavát ellene a köztársasági elnök úr is, az összes ellenzéki párt, de a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó ombudsman helyettes is. Jó ötlet volt ez? Tehát miért volt erre szükség, államtitkár úr? Nos, a elektromos és elektronikus hulladékokról szóló Európai Uniós rendelet a napelemeket, fotovoltaikus elemeket, hogy szakszerű legyek, egy termékkörbe sorolja a szórakoztató elektronikai termékekkel. És erre a termékkörre meghatároz egy gyűjtési, hasznosítási, újrafeldolgozási rátát. 2016-tól 45%-ot és 19-től már 65%-ot. Természetesen a tagállamra bízza azt, hogy ezt a újrafeldolgozást ezt milyen módon oldja meg. Egyébként első körben a gyártó felelőssége, illetve a forgalmazó felelőssége ez, azonban a magyar termékdíj rendszerben ezt az állam vállalja magára a termékdíj fejében. És teljesen közömbös az, hogy életciklusát tekintve valamely termék az környezet védelmi szempontból milyen megítélésű, környezetbarát-e, mikor véget ér az életciklusa, és hozzáteszem, mikor gyártják, akkor is környezetszennyező. Világos. Elnök úr, mi a véleménye? Jó ötlet volt ezt így megoldani? Semmiképpen nem tartjuk jó ötletnek. A 2012-es az Európai Uniós direktíva, amely szerint a napelemeknek a újrahasznosítását meg kell oldani, és valóban ezt elő is írja az Európai Unió számunkra. Hát egyrészt úgy gondolom, hogy rendkívül ellátó a törvényhozó, amikor ez a kb. 35-40 éves élettartamú napelemeknek már most megoldja a költség fedezetét a napelemek újrahasznosítására. Én ezt semmiképpen nem tartom hasznosnak. Mindenképpen egy rossz üzenet a hazai megújuló energiapár számára, illetve a felhasználók számára, amikor azt üzenjük, hogy például egy akkumulátorhoz képest ugye kétszeres a termékdíj, tehát úgy tűnik, mintha ez a termék, ami a Föld ötödik leggyakoribb eleméből van, ugye homokból, szilícium, ezt ilyen jelentős mértékben, abszurd mértékben megadóztatjuk. Ugye veszélyesebb kategóriába sorolták, ugye, mint az akkumulátorokat. Erre mi a magyarázat? Nos, hát akkor azért szedjük szét a kérdéseket. Kezdjük azzal, hogy ilyen hosszú élettartalma van, szándékuk szerint 35-40 év, hozzáteszem, nem nagyon van olyan elektromos vagy elektronikai termék, amelyet a gyártásakor ne ilyen hosszúra terveznének, aztán egy kicsit rövidebb azért a ciklus ideje, mert korszerűbbek jelennek meg. De teljesen mindegy, legyen az 20 év vagy 25 év. Egyetlen lehetséges időpont ennek a termékdíjnak a beszedésére a forgalomba hozatal. Mert természetesen nem tudom, az ön cége az 20 év múlva létezik-e. És akkor is meg kell oldani a hasznosítást. Mi történik majd, mikor felszámolnak egy céget, akkor beáll az állam ebbe a sorba, hogy itt van egy elmaradt kötelezettség. Vegyük a LCD
vagy éppen plazma tévéket, azoknak is hosszú az ideje, mégis mikor ezeket a piacra dobják, akkor szedjük be utánuk a termékdíjat, és akkor még nincsen gyűjtési lehetőség. Igen, csak nem alma körte, amiről beszél államtitkár úr, sorolható ez egy kategóriában? Az alatt éppen a képcsöves tévéknek az újrahasznosítását oldják meg. Amíg a cégek eltűnnek, addig az államnak a kötelezettsége megmarad. Ez egy belső, koherens, tiszta logikájú rendszer. A akkumulátorról még annyit, hogy legkevésbé sem bizonyította az, hogy az akkumulátornak a újrahasznosítása az több energiát, több költséget követel, mint a napelemnél. Az akkumulátor két anyagból van, a napelem meg alumíniumból, szilíciumból, üvegből, ólomból, stb. És nincsen kialakított rendszere, az akkumulátor gyűjtésének egy külön ipara alakult már ki, nem kell ezt felállítani. Többször nagy levegőt vett. Talán azért is van az, hogy nincsen ipar a napelemek újrahasznosításának, hiszen nincsen értelme. Magyarországon a napelemes rendszerek így is több mint egy évtizedes lemodorásban vannak. Az elmúlt 3-4 évben jelentek meg egyáltalán maguk a napelemes rendszerek Magyarországon kimutatható mennyiségben. Tehát ez mindenképpen probléma. Nem azzal van probléma a szövetségünk álláspontja szerint, hogy napelemes termékdíjat vezettek be, ez elfogadható lenne, egyrészt a mértékével van problémánk, hihetetlen drasztikus mértékű, maga a napelemekre körülbelül 5%-os árnövekedést jelent, a kilogrammonként 114 forint. Ami viszont különösen aggasztó, hogy sajnos ez pontosan beleilleszkedik az elmúlt egy évnek a megújuló energiaipar elleni intézkedés sorozatnak, mert sajnos a törvényalkotó az elmúlt egy évben közel 5 darab olyan intézkedést hozott, ami a napelemeknek az elterjedését akadályozza. Nagyon röviden ezt az 5-öt felsorolja? Hát az egyik a napelemes termékdíj, a másik pedig az országos tűzvédelmi szabályzat, ami március 5-től lép életben, ez is 10%-kal, itt a 15% emeli meg a napelemes rendszerek vételárát. Január 1-től csökkentették a kát árakat, tehát a villamosenergia termelőknek az átviteli árát, tehát a tendencia mindenképpen rossz. Egy kicsit puskázzak, van egy kormányhatározat, december 29-én született egy kormányhatározat, amely drasztikusan csökkenti az összes futó KEO pályázatnak az átvitel, a na most veszítettük el a fonalat, elnök úr, én még ezt megtrófolnám, ugye Illés Zoltán, ezt még a gondolatkörbe beilleszkedik, engedje meg nekem, ugye a napokban körbejárta a sajtót, nálunk is volt, és szerinte ugye a kormány ezzel a termékdíjjal akarja bizonyítani a paksi atomerőmű létjogosultságát, magyarán így igazolnák, hogy a megújuló energia drágább, mint az atomenergia. Hát nagyon nehezemre esik elődöm gondolatait minősíteni, de maradjunk annyiba, hogy Illés Zoltán tevékenysége idején is nagyon helyesen volt termékdíj, akár környezetbarát termékekre is. Most gondoljon el, például a gumiabroncs, amely egy villanyautón van, arra ne lenne termékdíj, vagy arra az akkumulátorra, amelyet egy hibrid autóba építettek be, vagy arra a szivattyúra, amely lehet akár geotermikus fűtési rendszerben, meg lehet másút is. Természetesen van termékdíj, mert a termékdíjen nem kell a számon kérni, ami nem feladata. A kormányzat, amit támogatja, tehát nem szeretnénk olyan színbe feltűnni. De akkor cáfolja Illés Zoltán ezen állítását. Persze, természetesen. Tehát ő az atomenergia ügyében egy álláspontra helyezkedik, amit nem osztunk. Tehát Magyarországon támogatjuk az alternatív energiát, a megújulót, természetesen 760 milliárd forint van csak a 4 operatív programban energia ügyi fejlesztésekre. Ebben a megújulók aránya a Keopon belül 300 milliárdból a fele, a vidékfejlesztési programban, a tanya programtól elkezdve a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséig mindenhol megjelenik a megújuló energia, közte a napelem is, tehát támogatjuk a napelemet, de nem a termékdíj a feladata. Két dolgot szeretném megkérdezni, az egyik az, hogy mennyi az atomerőművekre a termékdíj, tehát a magára a fűtőanyagra. A másik dolgot, amit meg szeretnék megkérdezni, hogy ha valóban támogatja a törvényalkotó a megújuló energiák elterjedését, akkor miért hívnak föl kórházigazgatók, iskoláknak, intézményeknek a vezetői azzal, hogy most drasztikusan csökkentették a támogatási keretet, a beruházási költség keretet, ez azt
azt jelenti, hogy május 31-ig át kellene adni például olyan beruházásokat, amik most döntenek el a pályázati támogatását, nem lehet megvalósítani őket. Ezek a beruházásoknak jelentős része Viszmajor miatt meg fog szűnni, holott ez a közbeszerzési eljárásokat folytattak le, megnyerték, valakik elindultak ezen a pályázaton, rengeteg munkát, időt, energiát öltek bele, és most ezek meg fognak semmisülni. Gondolom, sajnos erre reagálni kívánok. Persze, nincsenek elfogadott operatív programok, tehát ilyen félelmek nem lehetnek. A folyóprogramok, viszont az a válaszom, hogy egészen biztos vagyok abban, hogy a forgalmazó gyártó az le fogja nyelni ezt a termékdíjat, és ennyivel kisebb lesz a nyeresége. Egyébként számos gyártó az így is fogalmaz. Atomenergiára visszatérve, hát ott van az állam. Az állam felelőssége ezügyben megkérdőjelezhetetlen. Ez nem hasonlítható össze egy olyan termékkörrel, amelyet a for profit szektor állít elő. Azt meg azért még egyszer is hangsúlyozom, minden támogatásunk és környezetügyi államtitkárként különösen támogatom a megújulókat, de komoly ember nem gondolja, hogy alternatív megújuló energiával Magyarországon ki lehet váltani az atomerőművet. Ezt azért nagy mértékben cáfolnám, csak az elmúlt évben a három nagy egyetem, a Corvinus, a Budapesti Műszaki Egyetem és a Óbudai Egyetem egy tanulmányt dolgozott ki, amelyben igazolta, hogy abból a beruházási költségből, amit a Paksi atomerőmű bővítésre szánnak, teljes egészben kiváltható, ráadásul befektetői alapon megvan energiából a teljes villamos energia mennyiség. Mindenképpen úgy gondoljuk, hogy ez reálisabb. Ismerik ezeket a tanulmányokat, államtitkár úr? Én ezt konkrétan nem ismerem, nyilván én másból építkezem, nem a mi tárcánk felelőssége az energiaügy egyébként, de meggyőződésem, hogy Magyarország nem olyan gazdag ország, hogy azt a fajta támogatási rendszert működtetni tudja egyelőre, amelyet akár Németország vagy más fejlett nyugat-európai ország működtet. Az a helyzet, államtitkár úr, hogy ez már rég túlhaladott. Ma már ott tartunk, hogy megújuló energiák támogatás nélkül is működő képességek és megtérülhetnek. Hát ma már egy napelemes erőmű, hogy amennyiben nem növelnék folyamatosan ezeknek a napelemes erőműveknek a terheit, akkor a lakosság folyamatosan tudna telepíteni ezeket. Az elmúlt 4 évben minden évben megháromszorozott Magyarországon is a napelemes erőmű. Mindössze 1,5 millió forintból meg lehet oldani egy átlag magyar családnak a teljes villamos energia kiváltását. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a termékdíj, illetve ezek az intézkedések pont ezzel irányulnak, hogy az atomerőműnek a létjogosultságát tudja igazolni. Mi ezt tartjuk rossznak. 1,6%-os növekményt jelent ez egy családi ház beruházásánál, ugye a termék díjon van, csak a munkadíjon nincsen ilyen teher, tehát ez abszolút nem elviselhetetlen teher, és még egyszer is azt mondom, támogatja a kormányzat, csak egy másik területen, nem a termék díjon. Az ombudsman helyettes törvénymódosítást készül benyújtani ezzel kapcsolatban, hajlandók támogatni ezt adott esetben? Hát nyilvánvalóan, hogyha akár a köztársasági elnök úr, akár a ombudsman helyettes él ezzel a jogával, akkor megfontoljuk, a kormányzatnak azonban nincsen szándékában. Nincsen szándékában, mert ez egy koherens rendszer. Mi úgy gondoljuk, hogy nem kellene akár a napelemnek, vagy a hőszivattyúnak a terhét, termékdíját, a gyűjtési, feldolgozási költségeit azokra terhelni, akinek soha nem lesz arra pénze, hogy a saját házára napelemet telepítsen, vagy éppen egy hőszivattyús rendszert működtessen. Én úgy gondolom, hogy ha hagynák dolgozni a hazai napelemes ipart, akkor meg tudnánk teremteni az igazi rezsicsökkentést, ki tudnánk váltani azt a villamos energia költséget olcsón és egyszerűen, akár kedvezményes hitelekkel, hogy mindenki maga termelesse meg az irány. Az Európában, illetve a világon mindenhol az egyéni termelés irányába, decentralizált erőművek irányába mozdul át az ipar. Ezek a nagy centrális erőveknek, mint az atomerőveknek már kevésbé van létjogosultsága az új telepítéseknek. Biztos vagyok benne, hogy a témára visszatérünk. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Én is köszönöm a lehetőséget.